Székesfehérvár közgyűlése még tavaly döntött az oktatási intézményhálózat felülvizsgálatáról. Ennek értelmében 2011 nyarán négy óvoda két intézményé való összevonásáról már döntöttek. Ennek a munkának folytatásaként most újabb intézmények összevonásáról határoztak. Így a vízivárosi óvoda a jogutód Árpádúti óvoda telephelyeként működik tovább, az Ibl Miklós lakótelepi óvoda a felsővárosi óvoda tagintézménye lesz, valamint a tóvárosi óvoda a hosszú sétatéri, míg a palota városi a ligetsori óvoda tagintézménye lesz. Az egyesítés csak szerkezeti átalakítást jelent, férőhelyváltozással nem jár. A Humán Közszeleti Bizottság egyöntetően javasolja a városi Ajándékbolt elnevezésre a Fehérvári ajándékbolt nevet. A városi ajándékbolt elnevezésére az elmúlt hónapokban a székesfehérváriak is szavazhattak a város honlapján. A testület jóváhagyta a beérkezett szavazatok által kialakult sorrendet, így a Himerház aljában működő bolt a Fehérvári ajándékbolt nevet kapta. Javaslat következik közgyűjteményi intézmények működtetésére vonatkozóan. Elfogadta a közgyűlés azt a javaslatot is, amely szerint a város tárgyalásokat kezd néhány olyan közgyűjteményi intézmény átvételéről, amik eddig megyei kezelésben voltak, mint például a Vörös Marti Mihály megyei könyvtár, valamint a megyei múzeum. Alba Volán ZRT irányában 69 millió forintos korábbi közgyűlés által nagy többséggel elfogadott támogatásról az intézkedés a tegnapi nap megtörtént. A közgyűlés nyílt ülésének végén dr. Cserpalkovics András polgármester bejelentette, hogy az idei 110 millió forintos támogatás mellett az önkormányzata napokban átutalta az Alba Volánnak azt a 69 millió forintot is, melyet még januárban szavazott meg a közgyűlés a veszteségeinek kiegyenlítésére.